most. Nem, mert milyen ülök, mi? Más fel nincs kép. Tök jó. Ugyanazt csináltam, amit az előbb. Csak most nincs kép. Nem tudom, miért csinálni. Most harmadszor keres a floppy lemezbe, tehát elvileg. Most megállt. Kikapcsoltam. Az elvileg valami jó volt az előbb, aztán utána nem lett jó semmi. A különbség az volt, hogy be volt dugva a billentyű. Meg az egér. Úgyhogy tényleg nem tudom, mi lehet most a különbség. Most billentyűt nem dugom be. Bekapcsolom. Floppy lemezbe keres. És várunk. Most megint keres. Tehát újra indul mindig. Nem tudom, mi baj van. És nem indult el első. Tehát azonnal nem indult el, és ez nem jó. Az előbb elindult, ott fogalmam sincs, hogy mitől. Kihúzom, csak a monitor van bedugva. Az áram. Van itt egy ilyen hangkártyás pacak. Az első panelnek a hangja. Floppyt keresi egyfajtán. Amit azért megmondom őszintén, nem értek. Nem értem, mit keres a floppy mennyit. Ha meg kihúzom a floppy-t, azt sem fogom hallani, hogy elindul. Szóval, hellóztok, én a Farkas vagyok, amit elvileg jól láttok. Ez már a szerelési rész. Meg leltárt is csinálok. A leltár az azt jelenti, hogy meg fogom mutatni, hogy mi az, ami van, és mi az, ami egyáltalán nincsen. Mi az, amiből nagyon kevés van, és hogy melyik nyersanyagból, mondjuk így, hogy állunk éppen. Ami kellene először is idő. Hát azért nagyon nincs. Most ezzel nem tudom, mi a fenét csinálják, mert kiveszem a memóriát belőle, ami ugye Intel-es, tehát már ez egy negyedes. Na azt, hogy értsétek, minden egyes memória egyetlen gigabájtnak számít. Tehát a negyedes az ennek a negyede. Na jó, szóval most nincsen benne semmi, tehát a memóriát kivettem, elindítom, sípolnia kéne. Ugye? Marha jó. Ja, még valami. Végre leállt. Szóval végig van, hogyha minden rossz is, de nincs kép, és nem tudok beletenni videókártyát, akkor megy a kukába. Negyed memóriával ide vagy oda. Na szóval. Ez az, amit éppen bűvöltem az előtt. Ez egy 845-ös egy D845-ös Intel alaplap leforrasztott AGP-vel, tehát véletlen se tudja beletenni videókártyát. Igen, van benne egy 8 megás videókártya, ez az integrált vacak, itt van, itt. Hogy őszinte legyek, most a srác így eléggé leszerepelt, úgyhogy memóriát megoldjuk tőle. Majd később ide visszatérünk, jó, most ez talán nem fontos. Itt van egy másik készülék. Egy 32-es Cinnamont látom itt, ami 17-3-as, egy nagy pipával, ami ez csak SATA bemenetű, ami
nekünk mondjuk így marhára nem kedvez. Ide teszek a többi satás cucchoz, már itt van még egy pár satás DVD olvasom. Na, szóval lássuk a leltárt, ugyanis történt egy pár változás abban, hogy jó pár lomót, limlomót így áthoztam ide. Hoztam hangkártyát, hogyha esetleg az nem működne. Na lássuk, videókártya terén, hát az a leggázabb rész, amit itt el tudok képzelni. Ő egy speciál remény, ugyanis sima, régi PCI-jal hozza ki a videókártya jelet. Ő egy tester, tehát ő nem fog bekerülni egyetlen eszközbe se, csak majd ebbe. Hogy itt majd jön-e jel, mert hogyha jön jel, akkor rossz a videókártya. Az esetben, jó, szék. Gyerekszék, igen. Hát ez mindig a 30 centis kis székem. Jaj, ezért ülök ilyen mélyen. Jaj, vagyok baratválkozó. Szuper, nem? Na szóval, az a helyzet, hogy nincs rajta AGP sín. És amiben nincsen AGP sín, vagy express sín, akár beleforrasztva, tehát integrálva is, nincs benne, az alkalmatlan. Tehát olyan számítógép itt, innen nem is fog kikerülni. Tehát mondjuk ilyen nyersen, ide be sem fog kerülni ilyen számítógép, jó? Tehát hogyha most jön jel, akkor még gondolkozunk, hogy mit csináljunk vele. Ha ezen nem fog jel jönni, akkor veszünk tőle egy érzékeny búcsút. Na szóval, vissza a leltárra. A leltár tartalmaz a tenger sok számítógépet. Ez fagy. Ennek valami baja van, ezt most néztem meg. Bejön a BIOS és utána megáll, tehát valami baja van. Az alsó hibátlan, ez is hibátlan, és itt én úgy gondolom, hogy ezeknek a gépeknek egy relatív nagy része hibátlan, tehát számítógép van. Ami nekem nincsen, ezektől eltekintve itt, ezektől eltekintve, mint panel, tehát nincsen videókártya. Ja? PCI Express-es videókártyám nincsen. Amit itt látok, ezt direkt ide készítettem, ugyanis ennek nem jó a hűtője. Ugyanis kiolvad, meg minden baja van. Ha ezt ide ráképzeljük, jó? Csak képzeljük rá, akkor ugye látjuk, itt alul beleér az alkatrészekbe, meg nem igazán örülnék. Na mindegy, ezt majd valahogy meg kell gyógyítanom. A többi esetben mindegyik AGP, amiről beszélünk, tehát a sínek egyformák, ugye látjuk. A sínek, amik itt vannak, teljesen egyformán. Marha jó, nem? Az összes sín egyformán. Mindegyik ugyanazt a sín tudja. Accelerator Graphics Porta. Tessék, mindegyik ugyanolyan sín, ja? Ez egy nagyon debella állat, mert ez egy igazi X800 GTO. Ezt a családomba akartam adni az egyik családtag, tehát a családtagomnak, csak mondjuk úgy, hogy ő nem értékelte ezt a teljesítményt, és pénzért inkább vettél sokkal lassabban. Na, mindegy, most nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy driver problémám az lesz vele, elég durván, mert az Ubuntu nem igazán szereti az ilyen dolgokat, hogy régebbi nagy teljesítményű eszköz. Na, oké, következő, tehát leltár előről, mert kezdem elveszteni a fonalat, ezt aztán el is viszont negyedeset, nem tudok valamit kezdeni. Tehát tápom egyetlen darab van, tápkábel van, ott azok a tápok természetesen mind beleszámítanak, tehát azok, már mondhatnám, be vannak építve. Én a tartalékról beszélek, ami itt van. Hangkártyából van 5 darab, mindegyik Soundblaster. Tehát ami nem Soundblaster, az szerintem nem is hangkártya az. Azus a szonárja, az még elmert a francban, olyan kartja hangja van, és szörnyű. Jó, tehát látjuk elvileg az összes Soundblaster. Ez valamiért kérdőjeles, és az azért kérdőjeles, mert az Ubuntu-n a drivere valahogy nem az igazi, a többi természetesen hibátlan működik. Itt van a kötik, ez a kötözőt jelenti. Csak kötöző van benne, ez marha jó, olyan a kábelt kell kötözni. Itt van a LAN sarok, jó? Ez az, hogyha valamelyiknek nem jó hálózati kártyája, akkor tessék, teszünk be egy PCI-ost. Itt van USB konnektorok, ugye? Ez a kék, ez gyanús, mert nem biztos, hogy működik, majd tudja próbálni. Van DVD olvasó idés, van satás, 2 darab. Billentyűzet összesen 3 van. Ez üres. Van egér. Jó, ezt nem mondtam. Van webkamera 2.
Ennek a célja ismeretlen, ugyanis nem értem a francnak, kell webkamera, mindegy. Van egér. Na, ilyet családtatok! Bizonyám, ez egy Microsoftos eredeti, majdhogy nem 0 kilométeres komos egér. Bizony, komporton keresztül, sajnos meg lehet, hogy nagyon-nagyon lassan, de elvileg hibátlanul működik. Itt azonban fölmerült a 40 centis kábellel egy kérdőjeles egér. Ezt ceruzával rajzoltam rá, ezt kérdőjelet, mert most még nincsen itt félsztollam. Hiába dugom, mert nem is világít. Tehát döglött az egér, mi van ezzel? Ez is ugyanaz, nagyon pici kérdőjelet látunk a ceruzával. Valahogy le festékezve, tehát ez nem design, ez tényleg tiszta festék, tiszta kosz. Nem működik. Ez azonban világít, de still ugyanúgy mozgatja a kurzort, tehát nagyon erősen gyanús kérdőjeles megtartást teszem. Ez az egér még nem volt tesztelve, elvileg jó. És ami most ott van, ez az egér, ez egy ilyen, mondjuk így, teszkósabb minőség. Nem tudom, mennyit láttok belőle. Az a márkája, hogy Deluxe. A Deluxe-ból is a ML akármennyi. Mindegy, az a lényeg, hogy ez működik. Következő. Monitorból van 4 darab. Itt látjátok alul 1, 2, 3, 4. Ebből azt hiszem 3-at kipróbáltam, nem tudom melyiket, mindegyik hibátlan. Ezt a 3 TV-t, ezt nem kell nézni, ez sima televízió. Van 3 kábel, amit marálántól hova tudnék tenni, és... Itt van még a hűtős rész, tehát hogyha valami hűtő problémám van, akkor az is akad. Jó? Hol van a másik dobozom? Már csak itt van. Na, amit még itt mutatni akartam, a memóriák, ugye? Itt, hát abban azért elég sok, itt egy nagy kettes, ugye, látjuk. Itt azért még elég sok tesztelnivalóm lenne. Ez itt mind memória, tehát amit látom, ez mind. Az összes. Ja, alatta meg, hát aztán mózsna. Főleg a 775-ösök és a 478-osokból egymagosok, kétmagosok, ilyen 1.6-os, 2 GHz körüliek, ezek vannak, jó? Ezt a tápot már tudom, mert ez elvileg javításra szorul. Tehát ezt a tápot, ezt lehet, hogy javítani kell. Na, aztán, mi az, ami nekem igazából hiányzik? Hiányzik egér. Szeretném azt mondani, hogy kötelezően PS2-es port. Nincs villany. Aminek mondjuk azért nem örülök annyira. Na, mindjárt folytatjuk. Na, szóval nincs villany. És nem tudjuk, hogy mi durrant. De semmi sem büdös. Nincs villany. Ez már régebbi, tehát ez nem most képződött. Ez a korom, ezt nem is lehet leszedni róla. De ez nem mostani. De... Ha mondom őszintén, esküszöm, nem tudom, honnan pukkant. Most úgy sincs áram. Hát az lejött az automata. Meg ez is. Elment az áram. Hát az kár. És csak ez a bűnös, ami itt van. De csak ő ment. Hát meg ugye a fönti világítás. Úgyhogy meghozzuk a döntést, hogy ezt meg kihúzzuk, mint nem tiláltva. A helye tiszta, tehát nem ott durrant le. Mint egy kalapács, ez javas lesz. Visszanyomjuk. Na. Nem tudom, miért nem zoomol rá. Hú, de szép tiszta a kép. Mindegy. Oké. Okay. Ah, fenébb. Érdekes. Nem tudom, mi baja lehetett. Majd utána nézünk. Nem tudom, mi lehetett a jobban. Ugye, és kapcsoljuk. Na mindegy, most nincs izé. Jaj, te kapcsolom. Ott a másik. Na, az a helyzet, hogy ott tartottam az előbb.
nincsen egér, nagyon kevés billentyűzet van. Vízmérték, van vízmértékem. Marha jó, mi? Semmi értelme. Na, tehát van egér, kettő, egy darab, igazán szerint. Igen kellene. Ez lenne az ideális. Na, billentyűzetből is nem USB-s kellene, mert az eléggé gáz, hanem ilyen kellene. Tehát abból is a PS2. Jó. Hangszóró van. Az abból van három. Ilyen speciál. Ez elég durva, azt mondhatom. Ez külön számítógéphez van, mert ilyen dugója van. Ilyen átmenős dugója, tehát a számítógépből lopja az áramot magának, és ki lett próbálva, tehát ez hibátlan. Van még másik kettő hangszóró, párok, ugye? Párban van. Videókártyából nagyon-nagyon rosszul állok, főleg a Expressesből, mert ez nevetséges, elvárni kell találnom. A panel ki van próbálva, tehát az jó, csak valami hűtést kell rá eszkömbálni. Memóriából rengeteg van. Processzorban rengeteg van, alaplapból tényleg marha sok van, mert a számítógépekben mindegyikben van, világ. Aztán így ennyi. Jó? A villanyszerelés egy kicsit el fog maradni, mert most ezen a héten családi programja van a villanyszerelőnek, úgyhogy ezt a apróságot majd ki fogjuk küszöbölni valahogy. És utána a villanyáram többszörös ellenőrzésével fogom majd szépen tovább haladni. Jó, mi van itt még? Hát más dolgok nincsenek. Van rengeteg idekábelem, SATA kábel. Ami mondjuk még nagyon sokat segítene, hogy gyorsabban töltsön be egy adott rendszer, tehát SATA-s vinyó kellene. Mert ilyen kicsi, 40-es, 80-as, ilyen kicsi vinyók. Mert van otthon idés vinyóm, mondjuk így elég sok, de SATA-s az nincsen. Meg ráadásul ezek olcsók, tehát 1000, meg 2-3000 forintimmal lehet kapni. Na, van kábelem mindenféle dugóval, amik ezek úgyse fognak kérni. Jó, ennyi a helyzet jelentés, nem tudom, nem hagytam semmit. Hát itt ugye látjuk még a villanyszerelés még tart. Ez így félig félbe hagyva, ugye, mert a mester úr nem tudott olyan. Hát nem tud itt dolgozni, van neki is munkája, van neki is élete, stb. Ezt a három dolgot itt nem kell nézni, ezek mind videó lejátszók. Az egyik, most már nem tudom melyik, az egyik föl is tud venni, de a másik kettő csak videó lejátszó, tehát rekordgomb az így nincsen rajtuk, jó? Ez a tévéknek a párja. Na, szóval ez a helyzet éppen. Nem fogok tudni most jegyzetelni se. Egy csomó minden nekem például nem jó. Most elmentem a hárombetűs boltba, vettem ilyen csavarhúzót, ugye... Fordulj már meg. Látjuk ugye, hogy PH2-esről van szó, és az ide marára jól lenne. Nincsen megmágnesezve. Tehát beleesett egy csomószor az alaplapba a csavar, és jó, nem volt bekapcsolva, de így kényelmetlen. Tehát ezen is dolgoznom kell még. Úgyhogy messze van még a vége, nagyon messze van, majd lesz jobb is, majd lesz, ja, de kész az asztal legalább, tehát lehet alatta takarítani, meg minden. Annyi van, hogy itt alatta nincsen még meg az összekötő vas, mert én úgy terveztem, hogy itt lesz ilyen összekötő vas, ami így összeköti őket, meg mit tudom én, azt gondolom, hogy megoldom, itt a polcnál sincs még a összekötő vas megcsinálva, tehát ez is még így ilyen. Itt alul lesz majd ilyen összekötő vas, és így visszaugrik egyenesben, minden szinten ugyanez várható. Na, jó van, ezt már unásig ismételtem, úgyhogy srácot gyanúsnak tekintjük. Lehet, levárt az áramot. Na, úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki szurkol, mondjuk így. Jó, és aztán jó lenne valamit majd kicsit haladni is, mert még nagyon sok munka van itt.